A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér magazin műsora, a Fehérvár Televízióban stúdiónk vendége Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat itt az év végén. Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a fehérvári nézőket. Hogyha így az elmúlt hetek, vagy bő egy hónap történéseit nézzük, azt hiszem, hogy az egyik ilyen fontos hír, ami minden székesfehérvári, de talán az itt élő kistérségben élőket is megmozgatta, hogy volt egy változás, aminek következtében a Szent György Kórház éléről ugye távozott Bucsi igazgató úr. Ezt hogyan értékelni? Bucsi László főigazgató úrnak azt gondolom, hogy mi fehérváriak és környékbeliek, nem csak vármegyeiek, hanem azt talán a régióban is mondhatom, mindannyian köszönettel tartozunk. Emlékeznünk kell arra, és azt hiszem, hogy mindannyian jól emlékszünk arra, hogy amikor a főigazgató úr átvette a kórház vezetését és irányítását, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltunk, nem csak a fehérváriak, hanem Magyarország is, és talán az egész világ, Európa, mindenképpen. Covid járvány kellős közepén történt ez, ugye? 2020 áprilisa, amikor márciusban hirtelen orvul alantas módon lecsapott a Covid járvány a világra. És egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben kellett főigazgatónak átvenni a kórház vezetését, és azt hiszem, hogy mindenki egyetért velem abban, aki visszaemlékszik azokra az időkre, hogy főigazgató úr és csapata, ez nem szóló műfaj, ez csapatmunka, ez csapatsport, és csapata kiválóan helytállt, mind a Covid-járvány idején, ami elég hosszú ideig tartott, mind pedig az azt követő időkben, hiszen azzal, hogy elkezdődött és folytatódott és folyamatban is van a kórház új tömbjének felépítése, az is szenvedett némi hátrányt és időbeli csúszást a különböző nehézségek miatt. Tehát azt gondolom, hogy igen nehéz időszakban állt helyt főigazgató úr, akinek köszönettel tartozunk, és ezután is szeretném megköszönni főigazgató úr munkáját. A kormány is érdemei elismerése mellett, és ez most nem üres frázis és szófordulat, hogy elismerte és elismerjük főigazgató úr érdemét, és bízunk abban, hogy nem megy nagyon messze, és itt a kórházban, kórháztájékán fogunk vele találkozni, hiszen a saját szakterületén professzor úr elismert kiváló ortopéd, sebész, szakorvos, a Fehérmegyei Szent György Kórház egyetemi oktatókórház folyosain találkozhatunk még vele. Igen, és azért azt talán fontos felidéznünk, hogy igazándiból ez egy életkori döntés következtében született meg. Igen, nem az elvégzett munkát minősíti a mostani döntés. Főigazgató úr betöltötte a 65. életévet, és a kormány azt a döntést hozta, hogy azok a főigazgatók és kórházigazgatók, akik elérték ezt az életkort, ne folytassák most a munkát, hanem adják át a stafétabotot fiatalabb igazgatóknak és főigazgatóknak. Fájó szívvel ezt a döntést tudomásul vettük, tudomásul vesszük, és köszönetünk kifejezése mellett még további sok erőt és egészséget és jó munkát kívánunk főigazgató úrnak. Ugye kórházfejlesztést azt említett, akkor erről egy pár gondolatot, hogy egy igazán nagyon nagy volumenű, egy hosszú évtizedeken keresztül elmaradt fejlesztés valósulhat meg a kormány segítségével. Igen, hát 2010 előtt már volt nem is egy több elképzelés, program, ami azt célozta, hogy a
kórházunkat egy modernebb kórházzá tudjuk varázsolni. Ez a pavilon rendszerű, szerű elhelyezkedés egy különböző, egymástól kicsit távolabb lévő épületekben vannak a különböző osztályok elhelyezve. Ez akkor, amikor ez a kórház született, Kégl György alapításának köszönhetően, akkor modernnek számított. Ma már modern kórház az egy tömb kórház, ahol egymáshoz közel, könnyen elérhető módon és úgy elérhető módon vannak a különböző osztályok és a különböző gyógyító részlegek, hogy a betegeket az egyik vizsgálatra, a másikra, egyik kórteremből a másikba adott esetben ne az udvaron keresztül kelljen szállítani, hanem egy tömbön belül. És ennek ez az utolsó üteme, ami most megvalósulóban van, és bízunk benne, hogy a jövő évben fel is avathatjuk ezt az új tömböt, és azt a folyosót is, azt a zárt folyosót is, amely segítségével nem kell az udvaron keresztül szállítani a betegeket, hanem gyorsan, könnyen egy zárt folyosó rendszer segítségével kerülhetnek egyik vizsgálatra a másikra, és aztán vissza a saját kórtermükbe. És a fejlesztés része, amit mi egyben kezelünk, de nem szorosan egyetlen, kötődik, igen. Nem egyetlen beruházás és fejlesztés keretében valósul meg, ugye az a légtechnika megújítása a kórház 3 épületében. Nagyon fontos, hogy nyáron ne legyen túl meleg, télen ne legyen túl meleg, hanem mindig megfelelő hőmérsékletben gyógyulhassanak a fehérvári betegek. Tehát ez is része a mi gondolkodásunkban, ez egy nagy projekt. Először el fog készülni majd az épület, és reméljük, hogy vele párhuzamosan a folyosó is, az árt folyosó és a légtechnika is meg tud újulni. Az árak sajátos módon az elmúlt időszakban nem lefelé, hanem felfelé mozdultak el, tehát még itt újabb forrásokat kell találnunk, de dolgozunk rajta, és bízom benne, hogy a jövő évben ezt az egész felújítás, beruházást egyszerre majd be tudjuk fejezni. Hogyha már a fejlesztéseknél tartunk, ugye az is tényleg nemrég néhány hete történt, hogy egy nagy horderejű alapkőletétert tartottak innen, ő nem is olyan messze, ugye a Hamlet kőfilmnek a területén. Ez miért volt fontos? Illetve hát, hogyha belegondolunk, ez a gazdaságot nyilván ösztönzi. Hát mindig nagyon fontos egy új beruházás elindítása, hiszen mindig el is mondjuk, hogy ez egy új beruházás hány munkahelyet őriz meg, hány új munkahelyet teremt, ez is teremt székesfehérvári munkahelyeket, bármennyire is modern és 21. századi körülmények között szinte teljesen automatizáltan működnek már ezek a gépsorok és ezek az üzemek. Egyrészt ezért fontos, másrészt ez nagyon fontos, hogy Székesfehérvár gazdasága nem egy nagyon erős, hanem több, nagy ugyan és erős, de mégis több és többféle lábon áll, nem csak a hámatköfém, hanem említhetnénk a hidrót, a videótont, a fehérablak, Denzo, külföldi és magyar vállalkozások, amelyek nagyon fontos pillérei a mi gazdaságunk, és termelik meg azt a forrást, amiből a város tud gazdálkodni, és ez nem csak az iparűzési adót jelenti, az iparűzési adó bevételt, ami közvetlenül a város számlájára folyik be, hanem egyáltalán itt a személyi jövedelemadó nagyon nagy része itt termelődik. Ez a város munkát ad, hanem egy régióban nagyon fontos szereplő a város gazdasága. Ez egy majd 100 000-es város, amelyben hétköznap 130, de talán inkább 140 ezer ember nem él, jön, megy, dolgozik, jár iskolába. Tehát akik a környezetünkben, a
a falvakból járnak dolgozni, nem csak dolgozni járnak, hanem a gyermekeikét járnak iskolába, óvodába, hozzák a gyerekeket bölcsödébe. Itt vásárolnak, tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon bonyolultnak tűnő dolog, de ez mind erősíti a mi városunkat, amelyből aztán természetesen visszaadunk az itt élőknek, hiszen az iparűzési adónak nem az a feladat, hogy fő feladat, hogy befolyjon a város kasszájába, hanem hogy mit tudunk megvalósítani abból. És a cégek is természetesen azt látjuk, ezek a beruházások azt tükrözik vissza, azt az üzenetet hordozzák nekünk, hogy szeretnek itt Székesfehérváron, azért fejlesztenek itt, és őriznek meg olyan hatalmas nagy neveket, mint a Köfém. És én nagyon, nagyon köszönöm a döntéshozóknak, hogy nem csak a Hámet, hanem a Köfém név is megőrződött, hiszen a Videóton a Köfém és az Ikarusz, tehát ez legendás cégek. Én mindig elmondom, hogy egy családban valaki vagy dolgozott, vagy a családban valaki dolgozott, vagy most dolgozik valamelyik üzemben, vagy dolgozni fog. Ez egy ilyen székesfehérvári legenda, hogy generációk adják egymásnak a stafétabotot, és dolgoznak ezekben az üzemekben, amelyek ma már nem csak Köfém, hanem természetesen az amerikai tulajdonban, de összefügg a hidró beruházási, összefüggnek ezzel az új beruházással, ahol tényleg high-tech keréktárcsákat fognak gyártani alumíniumból, amihez az alumínium pogácsa hidróból érkezik, itt lesz belőle egy teherautóra vagy buszra felszerelhető keréktárcsa, ami kiváló minőségű, és mivel majdnem 100%-ban exportra készül, ezért az ország export teljesítményét is javítja. Mind a beruházásban, mind pedig az export volumen növekedésben azt hiszem, hogy nagyon jó évet fogunk zárni. Minden nehézség ellenére, a nehézséget tudjuk, mindannyian emlékszünk rá az inflációra, amit most november-decemberre sikerült közös erővel leszorítanunk, és itt az év utolsó hónapjaiban talán már látszik, és érezhető is lesz majd a reálbérek újbóli emelkedése, és akkor a következő évet úgy tudjuk elkezdeni, és úgy tudjuk reményeink szerint végigcsinálni, hogy újból gazdasági növekedést tudunk együtt közösen. Mi székesfehérváriak, és mi magyarok produkálni. Ugye ön is többször említette az iparűzési adót, a legutóbbi közgyűlésen pedig polgármester úr is mondta, hogy gyakorlatilag minden eddigi rekordot megdöntött az a befolyó bevétel, amit már most látnak, akkor ez talán mutatja azt is, hogy az itt élő gazdasági szereplőknek sikerült kilábalni és talán talpra állni ebből a helyzetből, hiszen növekedést tudtak még ilyen nehezített pályán is elérni. Igen, ez mindenképpen az egyik jele annak. Természetesen mi ezt a saját bőrünkön, fehérváriak, egy picit késve, egy kis késéssel fogjuk érezni, de én bízom benne, hogy a következő évben visszatérünk abban normális kerékvágásban, mint az elmúlt években megszoktunk itt Magyarországon, hogy jelentős gazdasági növekedés produkál az országunk, amiben a székesfehérváriak teljesítménye kiemelkedő, és köszönjük szépen minden fehérvárinak, hogy nem csak vállalkozásoknak, hanem a fehérvári munkavállalóknak, itt dolgozóknak, hogy a munkájukkal ehhez hozzájárulnak, és érezhető lesz majd mindenki számára a gazdasági növekedés, az újbóli, a kilábalás után újbóli emelkedő pálya. Ugye arról már beszélgettünk, hogy több probléma is nehézséget okozott. Ebből az egyik kiemelten az a háborús helyzet, amiben még mindig élünk, és hát ugye talán egy évvel is ezelőtt is már beszélgettünk erről, akkor sem gondoltuk azt, hogy még most
2023. decemberében is ez téma lehet, sőt nem, hogy téma lehet, de hogy itt folyamatosan változik a helyzet, és mondjuk nem csak Ukrajnát érinti ez a dolog, hanem az egész térséget, illetve hát ott van az izraeli konfliktus is, tehát hogy folyamatosan ilyen problémák jelentkeznek, ez mit jelent, milyen fontos dolgokra kell odafigyelni, illetve a migrációs politikát, ez hogyan alakítja? Hát igen, ez egy óriási kihívás, amit bele egyszerre kell szembenézni, hiszen valóban az izraeli konfliktus, az október 7-i Hamas támadás Izrael ellen még nehezebb és még bonyolultabbá tette a világot, és az sincs tőlünk olyan nagyon messze, és valóban két hónap múlva két éve tart majd az orosz-ukrán háború, és ma is persze természetesen mindig elmondjuk, hogy Oroszország orvul agresszor módon megtámadta Ukrajnát, de ma már nem csak ez a kérdés, hogy a háború zajlik, így hozzászoktunk a napi hírekben már azt hiszem nincs senki fejében sem kiemelt és kiemelkedő helyen az orosz-ukrán háború, hogy mit hall. Arról egy álló háború zajlik, folyik, egyik fél sem tud a tartósan és döntő módon a másik fölé kerekedni. Ugye az izraeli konfliktus azzal is bonyolultabbá tette a helyzetet, hogy Amerika figyelme megoszlik, a figyelme is, és természetesen ugye a támogatás is, az a pénzösszeg, amit Amerika támogatásokra tud fordítani, az is megoszlik, és egyébként a belpolitikai csatározások is Amerika támogatási lehetőségeit most egy kicsit megváltoztatták, ugye ott folyik egy csata, a következő évben választási év lesz Amerikában, tehát folyik lassan egy előválasztási csata a demokraták és a republikánusok között, akiknek a véleménye markánsan eltér a háború, az ukrajnai háború finanszírozásának kérdésében, és ha van 100 egysége arra Amerikának, hogy támogatást nyújtson, akkor ez most mindenképpen meg kell, hogy ha nem is feleződjön, de két részre kell, hogy váljon. És mivel a szomszédunkban van, és mivel Kárpátalja, Ukrajna érintett része különösen. Érintett, és kihalt meg ebben a háborúban, magyar emberek haltak meg ebben a háborúban, aggódunk a kárpátaljai magyar emberekért. 2016 óta küzdünk értük, ugye akkor hozták meg először azt a törvényt, ami jogfosztottá tette a kárpátaljai magyar kisebbséget. Ez most semmit nem változott az új törvény meghozatalával. Nem léptünk előre, vissza kellene térni a 2015 előtti törvényekhez és állapothoz, ez lenne a legkevesebb, amit elvárunk. Emiatt a háború miatt ugye szankciók születtek, amelyek ma már világosan látjuk, most a 12. szankciós csomagon gondolkodik az Európai Unió, amelyek fő célja inkább, nem is új szankciók érvényesítése, hanem a régi szankciók kiskapuinak betömködése és annak biztosítása, hogy azok a szankciók talán működjenek, de azt látjuk, hogy nem működnek. Oroszország nem rogyott térdre, az orosz gazdaságot nem sikerült a szankciókkal megtörni, és közben azt látjuk, hogy Amerika soha nem vásárolt ilyen mennyiségben uránt Oroszországtól, mint az elmúlt egy-két esztendőben tette, tehát akkor kimondhatjuk, tehát hogy ezek nem hozták meg a várt hatást? Egyrészt nem hozták meg azt a várt eredményt, amit szerettek volna, másrészt azt látjuk, hogy kettős mérce van, nekünk nem szabad orosz olajhoz jutnunk, vagy nem szabadna, ez is volt egy cél, ezt sikerült megakadályozni. Váljunk le az orosz gázról, igen, törekszünk rá, mi vagyunk az az ország, amely 2010 óta, és most már majd Szlovénia is következik, mi majd minden országgal kiépítette az interkonnektorokat, hogy bármilyen irányba lehessen gáz szállítani.
ezt egyik pillanatról a másikra nem lehet. És mivel egy szárazföldi ország vagyunk, nincs tengerünk, nem olyan egyszerű a megoldás, akár ha LNG gázhoz való hozzájutást nézzük, akár a kőolajhoz való hozzájutásunkat nézzük, onnét tudunk gázt és kőolajat beszerezni, ahonnét, amelyik irányból azok a csőrendszerek léteznek, és amelyek kiépültek, amelyeken lehet szállítani. Tehát a helyzetünk nehéz, és akkor ugye minket arra szorítanak, hogy ne vásároljunk, miközben aki azt szeretné, hogy váljunk le teljesen az orosz energiaordozókról, rekordmennyiségű uránércet vásárol Oroszországtól. Tehát ilyen környezetben egy kicsit nehéz a küzdelem. És ugye pont ebből adódóan volt egy gyakorlatilag egy energiaválság, fogalmazhatunk így, amiben számos módon segíteni kellett például az önkormányzatoknak is. Hogyha most közvetlen példát akarok hozni, akkor néhány száz méterre található innen éppen a csitári uszoda, ahol szintén fontos volt segítséget nyújtani a városnak. Igen, az talán nem mindenki tudja, de az uszoda az az önkormányzati intézmény, amely a legtöbb energiát használja és fogyasztja el egy évben. Tehát a legnagyobb energia felhasználó. Itt nagyon fontos volt a kormánynak az a döntése, és köszönjük szépen Schmidt Ádám államtitkár kollégámnak és barátomnak, hogy meglátta és én megérezte, hogy ebben a helyzetben segíteni kell az önkormányzatoknak, nem fogják tudni az önkormányzatok az úszodáikat nyitva tartani, mi sem. Mi is arra készültünk, hogy ideiglenesen, de be kell zárnunk az úszodát, amikor az első segítség megérkezett. Azóta minden negyed évben segített a magyar kormány ebben. És mivel az energiárak csökkentek, ezért a segítségre szánt összeg fennmaradó részét, mivel kevesebb segítségre szorult az önkormányzat, sikerült elnyernünk arra, hogy napelemeket telepítessük az úszodai tetejére, és ezzel csökkentsük az energia költségeit az úszodának, és így egész évben nyitva tudtuk tartani. Ez ebben a helyzetben óriási segítség volt. Enélkül nem ment volna. Térjünk vissza tényleg az elmúlt néhány hét történéséhez. Hát volt egy nagyszabású épület avató, egy látogatóközpont, a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely látogatóközpont ugye megnyitotta kapuit, és ezzel egyfajta közösségi tér is kialakult, hiszen nemrégiben éppen egy tudományos konferenciának adott otthont a látogatóközpont. Igen, ez a szívünk egyik csücske, az Árpádház program részeként újult meg a Székesfehérvári Köztársaság mozi, ami magában egy ikonikus épület, nem csak azért, mert egy építészeti emlék és megőrzendő építészeti emlék, ami Hübner Tibor tervei szerint készült, hanem mindannyiunknak fűződik valamilyen emléke a Köztársaság mozihoz, hiszen akkoriban, amikor én fiatal voltam, ott két mozi volt, a Köztársaság, a nagyobbik, a nagy mozi, és volt a Petőfi, a kisebbik. Kisebbik mozé, az én gyerekeim el sem tudják képzelni, hogy ma, amikor ezekben az óriási multiplex mozikban rengeteg terem közül lehet választani, volt két mozi, sikerült a Köztársaság mozinak is egy olyan funkciót találni, ami azért fontos, mert van egy romkertünk, egy nemzeti emlékhelyünk. Ez a konferencia is arról szólt, hogy 85 évvel ezelőtt épült meg a középkori romkert, ma nemzeti emlékhely, és azt szerettük volna, hogy legyen egy látogatóközpont, legyen egy első hely, egy pont, ahova a látogató, a turista bejön, betér, és kap egy képet arról, hogy
mit lát majd a nemzeti emlékhelyen, hogy mi volt a koronázó bazilika, hogy mi volt Székesfehérvár szerepe a középkorban. Erről szólt az volt Ciszterenház épületében megújult múzeumban a kiállításunk és az Árpádház művét, az Árpádok művét bemutató királyok és szentek kiállítás, hogy tudjuk azt, hogy mi volt ez a város, mi volt a mi városunk a középkorban. Egy nagyon jelentős város, és Székesfehérvár, kívül Magyarország is egy nagyon jelentős helyet foglalt el abban a 300 évben Európa életében. Erre emlékezünk és emlékeztetünk ezzel a látogatóközponttal és kiállított térrel, hiszen a bazilika megmaradt kövei láthatók és kutathatók is egyben méltó térben és méltó helyen. Beszélgetésünk végén mennyire lesz mozgalmas az év vége, hogy látja? Hát én remélem, hogy nagyobb izgalmak már nem érnek minket karácsonyig, Szentesteig. Elég volt az elmúlt hét, ugye volt egy viharos uniós csúcs, ahol azt hiszem, hogy a fővállalásunkat teljesítettük. Nem járultunk hozzá ahhoz, hogy Ukrajna minden feltétel nélkül megkapja azt a támogatást az uniós költségvetésből, amit szerettek volna, és azt gondolom, hogy az egy komoly kiállás volt, ki tudtunk állni amellett, hogy azt vállaltuk, hogy nem támogatjuk Ukrajna felvételét úgy az Európai Unióba, hogy már most elkezdődjenek a tárgyalások, hiszen látjuk és tudjuk, hogy nem érett meg erre, de végül is egy szövetség és egy közösség tagjai vagyunk, és azt hiszem, hogy egy szövetség és egy közösségen belül szolidárisnak is kell lenni a mi társainkkal. Ezt a szolidaritást fejezte ki, azt gondolom, az a tény, hogy Magyarország abban a szavazásban nem vett részt. Ha nem tudtuk meggyőzni a többi országot arról, már pedig nem tudtuk, hogy ezeket a tárgyalásokat most nem szabad elkezdeni, akkor egyetlen lehetőségünk volt, és ez a szolidaritás, hogy engedjük a többi országot azon az úton menni, amin ők akarnak, de nem vagyunk részei ennek a döntésnek. Én azt gondolom, az ír miniszterelnöknek volt igaz, amikor azt úgy fogalmazott, hogy ez egy bátor kiállás volt. A tárgyalások folytatódnak, ezzel azt gondolom, hogy az Európai Uniós csúcs találkozó során nem zárult le, a jövő évben folytatódik. Mindig és mindenkor és az utolsó pillanatig ki kell állni azért, amit gondolunk. Azt gondolom, erről szólt az egész év, nem csak ebben a kérdésben, hanem minden egyes kérdésben. Egyrészt tartottuk magunkat ahhoz, mint a kormány, amit vállaltunk és amit ígértünk, és itt mi székesfehérváriak is azt gondolom, hogy ebben az évben helytálltak a fehérváriak, és ezt köszönöm szépen minden székesfehérvárnak, hogy helytált, dolgozott, állt a vártán, és bízunk benne, hogy a következő év mindannyiunknak könnyebb lesz. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köztérrel legközelebb 2024-ben jelentkezünk. Köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.